kép fogadta azokat, akik szombaton délután kilátogattak az alsóősi strandra a jeges bulira. Minden korosztály jégre szállt, korcsolyával vagy hótaposóban, párban vagy egyedül, szánkóval vagy saját készítésű eszközzel. Egy ilyen párnázott cég rá van alulról fogatva, és ez így néz ki. Úgy néz ki az egész. Egy tévas, majd mindig végig is egy korcsolya. Mindenki itt oda le van gömbölyítve, és akkor így saját magát kiélezés, utána megy. Meg van csavarozva, úgyhogy tökéletesen működik. Fantasztikus, könnyű ezt szólni? Tehát van olyan, amikor a hölgy tolja ön? No, nincsen. Ő fél a jégen, korcsolázni nem tud, én szeretek, és csak itt tudom bevonni a téli sportágokba, úgyhogy ezáltal ő csak ül, és gyönyörködik a tájban, meg a maga jó levegőbe. Nagy feltűnést keltett ez a találmány is, az ernyő vontatta szánkó. Szánkóztunk. De egy elég speciális módon, hogy szánkóztatok? Úgy, hogy apa fogott el ernyőt és húzott minket. És ez így működött jól? Igen. Reggel jött az ötlet, hogy elindulunk korcsolyázni a Balatonra, és hát volt ez a siklóernyős biztonsági felszerelésnek nagyon fontos része, ez a mentőernyő, mondom, bedobom, mert már nem használom. Lejárt az élettartama, és hát így, ha van szél, akkor tudjuk hasznosítani a szélenergiát, hát tudtuk. Nagyjából ennyi. Hogy tetszett a családnak? Jaj, nekik nagyon, a gyerekek rettentően élvezik, úgyhogy csak hát most egy kicsit a szél ugye alább hagyott, egyébként szánkóval húzgáltuk magunkat itt egész délelőtt, úgyhogy parádés volt. Nagy tolongás volt a jégvitorlás mellett is, bár az eszköz nem veszélytelen, de szakemberek segítségével kipróbálhatták az érdeklődők. Próbáljuk népszerűsíteni, mert nagyon kevesen csinálják, és jó lenne, hogyha nagy mező lenne Magyarországon is, és sok jégvitorlázó lenne. Úgyhogy mindig örülünk, hogyha ilyenkor kicsit el tudjuk vinni az embereket, hogy kipróbálják. Nyilván szakemberrel megy be egy-egy ember. Természetesen azért ez veszélyes dolog, mert nagyon gyorsan megy, úgyhogy mindenképpen szükséges hozzá, hogy valaki értsen hozzá. Tehát ez igazából egy személyes hajó, úgyhogy elég bonyolult két embernek rajta elhelyezkedni, úgyhogy hát sajnos ez a hátránya. Azt mondja, nagyon gyorsan megy, mennyivel tud körülbelül? Ez szélerőtől függ, a 20 km per órától a 120 km per óráig tud menni. Aki átfagyott a jégen, forralt bort és meleg teát kaphatott, melyet a rendezvényt szervező alsóősi önkormányzat biztosított. Mai nap nagyon stabil, tehát a 20 centis a jég vastagsága, és a minősége is úgy gondolom, hogy megfelelő a jeges sportokra. Természetesen mai nap készültünk versenyekkel, gyerekeknek, felnőtteknek vegyesen. Rendeztünk ügyességi versenyt, gyorsasági versenyt, fakutyával szintén volt egy kis verseny, és pluszban még ki lehetett próbálni a jégvitorlást, és a helyi jégkorongozók egy bemutatót tartottak, a gyerekeknek segítettek, megmutatták, hogy is kell majd nekik is csinálni ezt a jégkorongot. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki, aki kilátogatott a rendezvényünkre, jól érezte magát. A jégen találkoztunk az általános iskola igazgatójával is, aki szintén az egyik szervezője volt a rendezvénynek. Elmondta, az alsóősi gyerekek nem csak az ilyen alkalmakon használhatják ki a befagyott Balatont. A nemzeti alaptanterve, illetve a helyi tantervünkben szerepel a téli foglalkozás összesen 8 órában, és a múlt héten már megkezdtük, ilyenkor a testnevelés órákra összevonjuk, és a felső tagozatokra itt a jégen vagyunk. Egy kicsi oktatáson, illetve különböző pályákon mennek végig a gyerekek. A szombati rendezvény kitűnő alkalom volt azok számára is, akik még nem olyan gyakorlottak a korcsolyázás terén. Ez a harmadik alkalom, hogy korcsolya van a lábán, úgyhogy muszáj lesz balatoni lánynak úszni, korcsolyázni a kötelező. Ezek a srácok pedig már-már jó korcsolyázónak számítanak, mégis a Balaton jegét először próbálták ki. Szerintem egy nagyon jó program, mert én még nem voltam a Balatonon. Szerintem egy nagyon jó élmény az egész. Mit lehet itt csinálni? Mi az, amit csináltatok ma? Hát eddig csak úgy körbe-körbe mentünk,
de úgy lehet, hogy majd rendezünk ilyen versenyeket is mondjuk magunk között. Azt mondtad, nem voltál még a jégen a Balatonon? Hát itt a Balatonon még nem voltam, a koripályán már voltam, de még itt nem. Szerintem nagyon jó. És te voltál már a jégen a Balatonon? Hát itt a Balatonon még nem, én is még csak ilyen csarnokokban, meg koripályákon voltam, meg más tavakon. El tudnád képzelni, hogy minden évben így befagyjon a Balaton és lehessen rajta korézni? Nem teljesen, mivel a globális felmelegedés nem biztos, hogy mindig engedi. Nagy sikert aratott a korcsolya mellett a fakutyázás is. A fiatalok ismerkedtek vele, az idősebb korosztály nosztalgiázott. Visszahozza az embernek a gyerekkorát, és olyan jó élmény siklani itt a jégen. A jégen nem csak a kétlábúak igyekeztek megállni esés nélkül, de a négylábúaknak is olykor gondot okozott. Azonban a lábak számától függetlenül mindenki nagyon jól érezte magát az alsó ősi jeges bulin.